Szép napot kívánok mindenkinek! Ebben a videóban a trigonometrikus egyenlőtlenségek megoldását szeretném bemutatni. Trigonometrikus egyenlőtlenségek. Néhány egyszerű példán keresztül. Először is általában én trigonometrikus egyenlőtlenségeket a forgóvektoros ábrával szoktam megoldani, éppen ezért beszéljük át még egyszer, hogy hogyan is értelmeztük tetszőleges forgászok szinuszát, koszinuszát, tangensét és kotangensét. Ugye, ha veszünk egy origó középpontú egységsugarú kört a koordinátarendszerben, és ehhez a körhöz érintőket húzunk a 0,1, illetve az 1,0 pontban, majd pedig elforgatjuk tetszőleges alfa forgásszöggel az I bázisvektort, akkor az így kapott vektornak az első koordinátáját úgy fogjuk hívni, hogy koszinusz alfa, a második koordinátáját úgy hívjuk, hogy szinusz alfa, és hogyha erre a vektorra illesztünk egy egyenest, akkor ez az egyenes, az érintőkből, a függőleges és vízszintes érintőből kimetsz egy-egy előjeles szakaszhoz, amit a függőleges érintőből metsz ki, azt hívjuk úgy, hogy tangens alfa, és amit a vízszintes érintőből metsz ki, azt úgy fogjuk hívni, hogy kotangens alfa. Erre az elvi összefoglalóra, vagy erre az elvi visszatekintésre lesz szükségünk ahhoz, hogy trigonometrikus egyenlőtlenségeket oldjunk meg. Ezeket az egyenlőtlenségeket én a sárga csíkos feladatgyűjteményből választottam. Először nézzünk néhány alapegyenletet. Színusz x nagyobb, mint 1/2, akkor ugye azzal fogjuk kezdeni, hogy rajzolunk egy forgóvektoros ábrát. Ugye a koordinátrendszerben az origó középpontú egységsugarú kört. Hát az egységeket ezt nyilván beszoktuk jelölni, csak lehet, hogy el fogom felejteni. Ugye először is a színusz x-nek kell nagyobbnak lenni, mint 1/2. Konstatáljuk, hogy a színusz az az alfa forgásszöggel elforgatott egységvektor második koordinátája, tehát az y-tengelyen megkeressük, hogy hol van az 1/2, itt van az 1/2. Ezen a ponton keresztül húzunk egy párhuzamost az x-tengellyel, és így metszeni fogja ez a párhuzamos a kört két helyen, ez meghatároz nekünk kettő darab egységvektort, ugye ezek helyvektorok, és ezzel a két vektorral gyakorlatilag ezt a nagy kört, ezt ketté vágjuk, egy felső körszeletre, meg egy alsó körszeletre, és most az a kérdésünk, hogy vajon melyik körszeletbe fognak esni azok a vektorok, amelyeknek a második koordinátája 1/2-nél nagyobb. Ezt úgy tudjuk eldönteni, hogyha így képzeletben ebbe a körszeletbe is, meg mondjuk ebbe a körszeletbe is felveszünk egy-egy vektort, akkor megnézzük, hogy ennek a vektornak ez lesz a színusza, ennek a másik vektornak pedig ez lesz a színusza, és mivel nekünk az 1/2-nél nagyobb színuszú vektorok kellenek, ez azt jelenti, hogy nekünk erre a körszeletre lesz szükségünk, tehát ebbe a körszeletbe eső vektoroknak a második koordinátája lesz 1/2-nél nagyobb, magyarul ebbe a síkrészbe eső egységvektoroknak a második koordinátája nagyobb, mint 1/2. Innentől kezdve a leolvasás lesz már csak a dolgunk. A leolvasást mindig óramutató járásával ellentétesen, azaz pozitív irányban végezzük. Ugye megmondjuk, hogy mennyi ez a vektor, vagyis ezt a vektort mekkora forgásszög határozza meg, ez 30 fok. Ehhez a 30 fokhoz képest ez a másik, ugye innen fogjuk leolvasni, tehát errefelé haladva a 30 fokhoz képest ez 150 fok. Éppen ezért, hogyha ezt leírjuk, akkor ez azt jelenti, hogy ennek az x szögnek, ennek 30 fok és 150 fok közé kell esni, azaz pi per 6 és 5 pi per 6 radián közé kell esni, de ugye mivel színusz szögfüggvényről van szó, és a színusz szögfüggvény 2 pi szerint periódikus, ezért ne felejtsük el odaírni, hogy plusz k szor 2 pi plusz k szor 2 pi. Nagyon fontos, hogy a trigonometrikus egyenlőtlenségeknél ugye az egyenlőtlenség két oldalán szereplő k, az ugyanaz a k kell, hogy legyen, hiszen ha nem ugyanaz lenne, akkor gyakorlatilag nem összefüggő ilyen intervallumláncot kapnánk, tehát ezzel megoldottuk ezt az egyenlőtlenséget. Nézzük a következőt.
Ez egy koszinusz szögfüggvényre vonatkozó egyenlőtlenség, ugye koszinusz x kisebb, mint mínusz gyök 2 per 2. Megint csak megrajzoljuk a forgóvektoros ábrát, ugye origó középpontú egységsugarú kör. Egység, egység. Ugye a koszinusz az az első koordináta, tehát x tengely. Megkeressük a mínusz gyök 2 per 2-t, ez körülbelül itt van az x tengelyen. Meghúzzuk a másik tengelyel az y-nal a párhuzamost, és ez kijelöl nekünk kettő darab helyvektort, ugye ezt, illetve ezt. Ezzel a két vektorral ezt a nagy kört két körcikre bontjuk, és megint végig gondoljuk, hogy hol lesznek azok a vektorok, amiknek az első koordinátája a mínusz gyök 2 per 2-nél kisebb. Ezt megint nagyon egyszerűen úgy tudjuk ellenőrizni, hogy veszünk egy olyan vektort, ami mondjuk ide esik, ennek a vektornak a koszinusza ez a szakasz lesz, tehát ez kisebb lesz, mint mínusz gyök 2 per 2, azaz számunkra ez lesz a megfelelő síkrész, és ugye ezt leolvassuk, ugye óramutató járásával ellentétes, azaz pozitív irányú a leolvasás, és akkor most gondolkodunk. Ugye ha visszakeressük a mínusz gyök 2 per 2-t, akkor a 135 fokot fogunk kapni. Ha ez a szög 135 fok, akkor itt van ugye a 180 fok, itt pedig 180 plusz 45, azaz 225 fok. Ne felejtsük el, hogy ugyanúgy, mint az egyenleteket, ezt is általában a radiánban szoktuk megadni, azaz az x-nek 3π per 4 és 5π per 4 közé kell esni, ugye ez az, amit most az ábrán is látunk, de ugye mivel a koszinusz szögfüggvény 2π szerint periodikus, ezért plusz k-szor 2π, és plusz k-szor 2π mind a két oldalon, k elemezé, és ezzel megoldottuk ezt az egyenlőtlenséget. Nézzük a következőt. Tangens x kisebb, mint mínusz gyök 3. Ehhez is rajzolunk egy forgóvektoros ábrát. Ugye megrajzoljuk a origó középpontú egységsugarú kört. Megrajzoljuk, ugye tangensről van szó, tehát a függőleges érintőt. És ezen az érintőn bejelöljük a mínusz gyök 3-at, ez körülbelül itt van. És ugye, hogyha ezt összekötjük az origóval, akkor itt kapunk egy vektort, amire illesztett egyenes ebből az érintőből mínusz gyök 3 hosszúságú szakaszt mecc ki. Nekünk olyan vektorok kell, ami ebből az érintőből, illetve amire illesztett egyenes ebből az érintőből mínusz gyök 3-nál kisebb szakaszt mecc ki. Ez azt jelenti, hogy ha végig gondoljuk, hogy merre is kell forgatnunk ezt a vektort, akkor azt kapjuk, hogy erre felé, tehát lefelé kell forgatnunk, hiszen itt kapunk olyan vektort, ami mínusz gyök 3-nál kisebb szakaszt fog kimecceni. Viszont ne felejtsük el, hogy ennél a vektornál, tehát az y-tengelye párhuzamos esetben már nem lesz értelmezve a tangens szögfüggvény, éppen ezért a leolvasást is ehhez a y-tengelyhez képest fogjuk viszonyítani. Ez azt jelenti, hogy mondhatjuk azt, hogy ez mondjuk mínusz 90 fok, ez pedig mínusz 60 fok, de ugyanezt mondhattuk volna, hogy ez 270 fok, ez pedig 330 fok. A lényeg az, hogy amihez képest kiindulunk, ehhez képest az ábra alapján meg tudjuk mondani a neki megfelelő vektort, mind a kettő egyébként helyes lesz. Ne felejtsük el, hogy radiánban adjuk meg a megoldást. Ugye ezek szerint az x az mondjuk mínusz pi per 2 és mínusz pi per 3 közé kell, hogy essen, ugye az ábrán. Ez ugye ez a sík rész, ami nekünk most fontos. És azt se felejtsük el, hogy a tangens függvény pi szerint periodikus, tehát plusz k szor pi, plusz k szor pi mind a két oldalon, k elemezé. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy amikor tangensre vonatkozóan oldunk meg egy ilyen feladatot, és ne adj Isten, itt szerepel egy egyenlőség, akkor ez az egyenlőség erre a vektorra biztosan nem érvényesülhet, vagy teljesülhet, hiszen a 90 foknál, illetve annak a elforgatottjainál a tangens függvény nincsen értelmezve, azaz ebben az esetben ezt a megoldást ezt úgy írtuk volna fel, hogy az x az mínusz pi per 2 és mínusz pi per 3 közé esik, plusz k szor pi, plusz k szor pi, viszont ide nem tettünk volna egyenlőséget, hiszen itt a tangens függvény nincsen értelmezve. Nézzük a következőt.
a sinus x 1 harmad és 1 kettet közé esik. Hát megint csak forgóvektoros ábrát rajzolunk. És x tengely, y tengely, egység, egység. És ugye mivel sinusról van szó, ami a második koordináta, bejelöljük az 1 harmadot és az 1 kettedet. Húzunk mind a kettővel egy-egy párhuzamost, és akkor itt 4 darab vektort fogunk kapni. 2, 3, 4 darab vektort. És az előzőek alapján, ha végig gondoljuk, hogy hova kell, hogy essenek ezek a vektorok, amiknek a második koordinátája 1 harmad és 1 kettet közé esik, akkor azt fogjuk kapni, hogy ez lesz az a síkrész, illetve ez lesz az a síkrész. Ez azt jelenti, hogy ezt így fogjuk leolvasni, ugye pozitív körüljárás irány szerint, és akkor a számológépünket segítségű hívjuk, hiszen az 1 harmad az nem egy nevezetes szög, ez itt 19,47 fok, az 1 ketted, az pedig ugye a 30 fok. Ennek megfelelően, ugye itt a 30 foknak megfelelő szög itt ez a 150 fok lesz, ez a másik pedig a 180-19,47, ami 160,53 fok, és akkor gyakorlatilag ezt a két síkrészt kell megfelelően leírnunk. Ez azt jelenti, hogy ha fokban írnánk, akkor úgy írnánk, bocsánat, hogy nem kell egyenlőség, hiszen az 1 harmadnál volt, akkor ide kell, ide nem kell, tehát 19,47 fok plusz k szor 360 fok, illetve 30 fok plusz k szor 360 fok közé kell, hogy essen, vagy pedig ugye 150 fok plusz k szor 360 foknál legyen nagyobb, de kisebb vagy egyenlő, mint 160,53 fok plusz k szor 360 fok. Itt ugye már a két különböző gyöksor van, tehát célszerű megkülönböztetni egymástól a periódusokat, K1, K2 eleme Z, és ugye ne felejtsük el, hogy általában azért a valós számok halmazán szoktuk a megoldásokat keresni, ugye a fokból úgy váltunk radiánba, hogy a radiánt úgy kapjuk meg, hogy a fokot megszorozzuk pi per 360 fokkal. Ez azt jelenti, hogy a 19,47 fok az 0,3389, tehát 0,3398 elnézést, plusz k1-szer 2π kisebb egyenlő x kisebb, mint π per 6 plusz k1-szer 2π, vagy pedig az x, azt mondja, 160,53, az 2, ez ugye 5π per 6 plusz k2-ször 2π, és 2,8018 plusz k2-ször 2π. Ilyenkor nem kell attól meglepődni, vagy azon meglepődni, hogy itt ilyen aránylag csúnya számok jönnek ki. Végül is, ha π per 6-ot kiszámolnánk, az se lenne egy matyó hímzés. Így aztán nem kell tőle megijedni. Ha fogban is jó a megoldás, mert tetszőleges forgásszöget keresnek, akkor a fogban szebb egyébként. Ha nem, ha valós számokon kell megoldani, akkor pedig átváltjuk egész egyszer radiánba, és radiánban adjuk meg. Ugye nagyon egyszerűen arra figyeljünk, hogy az 1 harmadnál van az egyenlőség, tehát ezekhez az értékekhez kell az egyenlőséget tenni, az 1 kettedes értékekhez pedig nem kell az egyenlőséget tenni. Nézzük a következőt. Cosinus x mínusz 1 kettő és mínusz 1 negyed közé esik. Megint rajzolunk egy forgóvektoros ábrát. Ugye x tengely, y tengely, egység, egység, koszinusz első koordináta, mínusz 1 kettő és mínusz 1 negyed. Ez azt jelenti, hogy itt van mondjuk, hoppá, ez pirossal jelöltem az előbb, itt a mínusz 1 kettő, itt a mínusz 1 negyed, függőlegesen fogjuk meghúzni a párhuzamosokat a tengellyel, és akkor megint csak kapunk 4 darab vektort, és ugye mivel a kettő érték közé kell, hogy essen,
ezért gyakorlatilag itt is itt a két vektor közti rész kell, meg fent is a két vektor közti rész, és akkor ne felejtsük el megint, hogy pozitív körüljárási irány szerint kell leolvasnunk a megoldásokat, és ahhoz, hogy ez könnyebben működjön, szépen visszakeressük az értékeket. Ugye a mínusz 1-2 az megy fejben is, ugye ez 120 fok, illetve 240 fok. A mínusz 1/4 az már nem biztos, hogy fejben megy, hiszen az nem egy nevezetes szögfüggvény érték. 104,48 fok, illetve 255,52 fok, és akkor megint csak felírjuk fokban a két megoldást. Ugye az egyik esetben, ne felejtsük el, hogy hol lehet egyenlőség, ugye az 1/4-nél lehet egyenlőség, 104,48, tehát 104,48 fok plusz K1-szer 360 fok, illetve 120 fok plusz K2-ször 360 fok, vagy pedig az X 240 fok plusz K-szor 360 fok, és 255,52 fok plusz K2-ször 360 fok közé kell, hogy essen, K1, K2 elemezi, és akkor a hallgatóra vagy a megtekintőre bíznám, hogy ezt a két intervallumot radiánban is megadja. Nézzük a következőt. Ez már egy bonyolultabb feladat, elnézést, hiszen másodfokú egyenlőtlenségről van szó. Először is rendezzük nullára, plusz 3 színusz x, mínusz 2 nagyobb, mint nulla. Vezessünk be egy új ismeretlent a színusz x helyett. Kapjuk azt, hogy 2a négyzet plusz 3a mínusz 2 nagyobb, mint nulla. És ugye mivel másodfokú egyenlőtlenséget három lépésben oldunk meg, ugye ebből az első az a zérus hely, keresés, zérus hely, 2a négyzet plusz 3a mínusz 2 egyenlő nulla, ezt megoldjuk. 2, 3, mínusz 2. Az a1 az 1/2, az a2 pedig mínusz 2. Ne kövessük el azt a hibát, hogy a mínusz 2-t kizárjuk, mert színuszról van szó, hiszen itt egyenlőtlenséget oldunk meg, nem egyenletet. Felrajzoljuk a parabolát. Ugye ez a parabola úgy fog kinézni, hogy mínusz 2-nél és 1/2-nél metszi a tengelyt, fölfelé nyílik, hiszen a másodfokú tag együtthatója pozitív, és azt keresem, hogy hol nagyobb, mint nulla. Ez azt jelenti, hogy ez a rész kell, ahol az x tengely fölött van, illetve ez a rész. Ez azt jelenti, hogy ezekre az x-ekre, illetve ezekre az x-ekre fog ez teljesülni, azaz leolvassuk, és azt kapjuk, hogy a kisebb, mint mínusz 2, vagy a nagyobb, mint 1/2, és akkor ugye az a kisebb, visszahelyettesítjük, ha a kisebb, mint mínusz 2, akkor színusz x kisebb, mint mínusz 2. Ez soha nem teljesül, mert színusz x eleme a mínusz 1 zárt intervallumnak, tehát mínusz 2-nek kisebb soha nem lehet. A másodiknál pedig, ha a nagyobb, mint 1/2, akkor rajzolunk egy forgóvektoros ábrát. Ugye a színusz az második koordináta, bejelöljük az 1/2-et. Bejelöljük, hogy melyik sík rész kell nekünk. Pozitív körüljárás irányt is megadjuk, és akkor ezek szerint ja, mondjuk azt ne felejtsük el, hogy ez azt jelenti, hogy színusz x nagyobb, mint 1/2. Ezek szerint az x-nek, ugye pi per 6 plusz k szor 2pi, és 5pi per 6 plusz k szor 2pi közé kell esni, ne felejtsük el, de ennek k elemezé. És az utolsó feladat, amivel készültem, az egy ilyen bonyinak tűnő feladat. Ez tipikusan az a egyenlőtlenség, ami a szor színusz x plusz b szer koszínusz x egyenlő c fázis eltolás. Sos egyenletre hajaz, éppen ezért ezt úgy fogjuk megcsinálni. Tehát színusz x plusz gyök 3 koszínusz x nagyobb, mint nulla. Ezt elosztjuk ugye gyök alatt
1 a négyzeten plusz gyök 3 a négyzetennel, azaz 2-vel. 1 ketted sinusz x plusz gyök 3 per 2 cosinus x nagyobb, mint 0. Megkeressük cosinus fi 1 ketted sinus fi gyök 3 per 2-re keresünk egy fi szöget, ugye ez az első síknegyedben van ez a fi szög, tehát a fi szög az lehet pi per 3 radián, azaz 60 fok, és akkor ezt az egyenletet fel tudjuk úgy írni, hogy cosinus pi per 3 szor sinus x plusz sinus pi per 3 szor cosinus x nagyobb, mint 0, és akkor így a bal oldalon egy addíciós tétel kapunk, ami sinus x plusz pi per 3 ként írható fel zárt alakban, nagyobb, mint nulla, és ezzel gyakorlatilag visszavezettük az egyenlőtlenségünket egy olyan egyenlőtlenségre, amit már tudunk kezelni. Itt a forgóvektoros ábra. X tengely, y tengely, egység, nulla, ugye második koordináta, itt a nulla, meghúzzuk a párhuzamost, kapjuk a két vektort, és nyilván nagyobbnak kell lenni, mint nulla, ez azt jelenti, hogy ez a sík rész lesz az, ami nekünk szükséges. A leolvasás irányát bejelöljük, ugye pozitív leolvasási irány, és ez azt jelenti, hogy az x plusz pi per 3-nak ezek szerint 0 plusz k szor 2pi és pi plusz k szor 2pi közé kell esni, és ezt a hármas egyenlőtlenséget ugye rendezzük. X minusz pi per 3 plusz k szor 2pi és 2pi per 3 plusz k szor 2pi közé kell, hogy essen, k elemezé. Hát ebben a videóban ezt szerettem volna megmutatni, további szép napot kívánok mindenkinek!